Sziasztok drága barátaim, Mikóci Ferenc vagyok. Most így rendhagyóan szeretnék egy gondolatot megosztani veletek. Nem, lehet, hogy tanítás is, lehet egy kis felismerés is van benne, de a lényeg az, hogy pár héttel ezelőtt megkeresett egy hölgy, Anita, hogy írjak a könyvéhez ajánlást. Anita könyvét elolvasva nagyon sok mindenre ráébredtem, hogy miért is fontos sztorik által, történetek által mesélni, elmondani, tanítani. Mert nagyon sokszor azonosulni tudunk vele. Anitával együtt a Győri Toastmaster klubba járunk, nyilvános beszédet, retorikát tanulni, mind a ketten fejlődünk nagy ívben, és én már fizikailag is a kezembe tarthatom, dedikálva az Anita könyvét, csak ajánlani tudom. Storytelling tudománya néven, és amiben az Anita elmeséli azt a történetét, amit átélt gyermekkorában, mikor megszégyenült a tanára és a pattársai előtt, hogy őt, mikor a tanár kihívta, és nem mert megszólalni, akkor minősítésképpen elküldte a helyére, és az Anitában valami megtörött. Majd bátorságát összeszedve, egy következő alkalommal ismét kivonult a tábla elé, hogy már elmondja azt a tananyagot, amit bemagolt, meg is tanult, nagy nehezen összeszedte a bátorságát, és megszólalt. De sajnos az Anita egy beszédhibával született, és picit dadogott az elején. Erre a tanár kinevette. És azt mondta, te Anita, te dadogsz. Ebben a szent pillanatban az Anitában valami legbelül megtört. Könnyeit nem visszatartva, a helyére vonult, nagysírással, és azt a szégyen érzetet nagyon sok évig hordozta magába. Tehát ilyen sérüléseket tudnak okozni nekünk, akár tanárok, akár szülők, akár barátaink, ismerőseink, ők nem azért teszik, mert rosszat akarnak, mert valahol minden ember jó. De mégis megbántnak minket, és olyan sérüléseket okoznak, sajnos, amit cipelünk évek hosszú során. Anitának végül sikerült ezen túlszárnyalnia, végül sikerült ezt a rossz mintát megtörnie, és most már nyilvánosan beszél, folyamatosan kommunikál, sőt, tanít is, hogyan tudj egyre jobb lenni a vállalkozásodban. Annyit azonban mindenképp elmondanák még, hogy mindannyiunkban vannak olyan területek, amivel érdemes foglalkozni, ami mögött valami félelem húzódik. Ezt mielőbb a felszínre kell hozni, és minden egyes dologra van megoldás. Én azt tanácsolom neked, hogy olvasd el Anita könyvét, ismerd meg a ő történetét, mert nem csak a története, hanem rengeteg tapasztalata által egy ilyen egy csokorban összegyűjtötte azokat az információkat, amikkel le tudjuk kommunikálni az adott tanítást, az adott üzenetet, amit szeretnénk a közönség felé adni mert sokszor száraz az anyag, csupa tényekkel, adatokkal van felfőszerezve, és nem megy át az érzés, nem megy át a tanítás. Azért Anita kiemeli bizonyos pontokban annak a jelentőségét, hogy milyen elemeket érdemes beleépíteni, ami által az egész egy ilyen komplex, hatásos kommunikáció lesz a legvégén, és meg is marad, nem beszélve arról, hogy a tanítás, az üzenet, amit az a téma adott tanításhoz az át is megy. Úgyhogy röviden ennyi. Bízom benne, hogy ma is hozzá tudtam segíteni neked a önfejlesztésedhez. Jövő héten picit a táborról fogok beszélni, milyen élményekkel lettem gazdagabb a harmadik életmód táborunkban, és elmondom azokat az érzéseket, amiket ott tapasztaltam. Köszönöm a figyelmedet, köszönöm, hogy itt voltál, hogyha tetszett a kis videón, kérlek küld tovább. Neked csak egy kattintás, barátainak, ismerőseidnek, akár egy gondolat belőle is sokat segíthet. Namaste.